Sziasztok! Ma a... Ma a biztonság... Várjál! Na itt vagyunk, szevasztok! Sziasztok! Ma a biztonságról fogunk beszélni, a felszerelés biztonságáról, a magunk biztonságáról és a környezet biztonságáról, hogy mik azok a kiegészítők, amik a biztonságunkat szolgálják, illetve technikák. Inget mindig így szélirányba tesszük le. Szerintem nem száll annyira, hogyha ez a fele van felül, de amúgy te mindig fordítod. Én azért szoktam letenni fordítva, mert úgy kevésbé lobog, hogyha kihagyjuk a szélbe. A lobogó. Mert ugye nem fúj át alatta a szél annyira, ezért úgy gondolom, hogy kevésbé öregszik a hátsó éle. De egyébként mindig azt mondom mindenkinek, hogyha pár órára abba hagyja a vingezést, és úgy tudja, hogy nem fog menni egy ebédre, nyugodtan eressze le, max még egyszer föl kell fújni, tovább marad használható. De egyébként nem amortizálódik olyan gyorsan szerintem, mint például a kájtok, amikor kim vannak hagyva lobogva, mert ugye viszonylag laposan van letéve, de azt gondolom, hogy a felszerelést, hogyha kimélni akarjuk, akkor csomagoljuk el minden egyes használat után. A deszkát pedig talán a legbiztonságosabb formája a tárolásának, így a szélirányjal szemben, pengével lefelé. Ha vannak játszó gyerekek a parton, vagy más kájtosok, akik veszik fel az elnyőt, akkor talán így a legkevésbé veszélyes mindenkire. Igen. Rá is fúj a szél, viszonylag stabil a helyzete. Persze hozzáteszem, azért ezt így nehéz letenni egy ilyen deszkát úgy, hogy soha ne legyen semmi probléma. Figyelni kell. Mindenképpen. Én még így is szoktam egyébként letenni, hogy a hátsó szárnyat így bele dugom ide. A handle-be beletesszük, az már rögzíti gyakorlatilag, ne repüljön el. Ezzel így felhúzom. És körbe kötöd. És gyakorlatilag így nem tud ráfordulni a deszka erős szélben, és a wing sem megy el. És be lehet menni ebédelni, vagy inni egy sört. Alkoholmenteset persze. Szigorúan. Biztonsági felszerelések, a sisak, bukósisak, lis, mentőmellény, és a neoprén ruha maga is. Lis, az van az ernyőn, amit a csuklónkra kötünk, vagy ha használsz trapézt, akkor a trapézon lévő list bele kapcsolod, és akkor... Nem mindenki szereti azt, hogy állandóan húzódik a kezén. Mi például azt csináljuk, hogy a kite lisbe tesszük bele gyakorlatilag. Most nem veszem fel, csak megmutatom, és gyakorlatilag a lisét én azt szoktam csinálni, hogy a maga a csuklón átdugom, itt látjátok, és ide rákapcsolom így. Ennyi. Kész. Tehát ez rettenetesen egyszerű. Igaz, néha pakolni kell ide-oda, de engem kevésbé idegesít, mint mikor feszül a kezemen, és egy fordulónál nem tudom megfogni a handle-t, mert mondjuk körbe tekeredett rá kétszer, és akkor épp azért esek el, mert nem érem el a handle-t, mert megfogta a zsinór a kezemet gyakorlatilag. Úszni sem egyszerű ebben. Tehát, ja, igen. Hogyha a deszkát űzzük, mondjuk. Mert nem használunk list hozzá, mert mi menőzünk, és nem szoktunk használni, hogy ne tekeredjen ránk. Akkor az úszás. Ezzel ha nincs a kezünkön, akkor ugye a kezünkön lévővel viszonylag nehéz úszni, hogy jön mögöttünk az ernyő, és így gyakorlatilag úsznánk, de nem tudunk. Elég melós. Tehát van mindegyiknek előnye, hátránya. Én azt gondolom, hogy itt most mindenki használja list a deszkához is. Az a biztos. Nekem is volt olyan, hogy körülbelül 800 méter múlva értem utol nagy hullámos vizen a deszkát, mert egyszerűen sajnos a foly deszka az hajlamos delfinezni a hullámokkal elég gyorsan. Tehát azt az így utolérni elég nehéz. Ja. A deszka is bekötése... Az a deszka hátuljában mindenképpen. Egyértelmű, igen. Ahogy megbeszéltük, de hogy a másik vége pedig... Másik vége az vagy a térd alatti, igen. Vagy pedig a trapézon. Azt hiszem egy korábbi részben ebből. Igen, ez erről már volt szó igazából. Jó, környezetbiztonságáért. Hát a környezet biztonsága az lényegében itt a főveszély a ott hagyott foil a parton. Tehát azt nyilván nem olyan helyre tegyük el a parton, ahol mindenki veszi föl az ernyőt, meg adja le, mert az se az ernyőknek nem fog jót tenni, se az embereknek, akik épp elrepülnek. Tehát azt arra figyelni kell mindenképpen. Ja igen, még egy dolog, ami fontos, hogyha beleestünk a vízbe, de
a deszka mondjuk nincs a papucson, a lábadon, tehát nem tudod, hogy hol van, akkor addig a vízből, és már a vízben is, de amíg meg nem pillantod a deszkádat a vízen, így jövünk fel, ide tett kézzel, vagy talán még jobb így. Én ezt is szoktam. Az minden tengelyre véd. Igen, ez így minden tengelyre véd, mert nagyot tud ütni szemből azért bármi, vagy a penge, vagy a deszka jön előre, az elég veszélyes. Mindenki vigyázzon magára, és mindenkinek jó session-t kívánunk. Sokkal veszélyesebb, mint a vingezés. Egy átment vingezés, utána szárazföldön egy kicsit lezúztam. Úgyhogy ne igyatok, ne dohányozzatok. Jövő héten tartsatok velünk. Sziasztok! Szevasztok!